Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Mai szentmisét fölajánlom jó szándékra, továbbá elhunyt Bene Jolán, Sponga József és neje Jolánért, továbbá Bondor Pál és neje Ilona lelki üdvéért. Következő mise szándék, Szombathelyről érkezett elhunyt Dorogi József Dávidért is fölajánljuk ezt a misét, és ma kaptam a hírt reggeliben, hogy Pilis Csabán elhunyt Endrődi Emma Rita nővér, ő az egyházközségi nővérekhez tartozott, és 96. évében volt, sok embert tanított az élete során, és hát gyászolják őt a rendtársai, és a tanítványai, illetve rokonai egyaránt. A szentmise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket a következő szempontok szerint. 8. parancsolat így hangzik, hamis tanúságot ne szólj embertársad ellen. A hazugság az igazságnak meg nem engedett eltitkolása, amikor a másiknak joga lenne tudni az igazságot, és azt eltitkolom előle. A hazugság sátáni bűn. Megjegyzem zárójelben, hogy az erkölcs teológia bizonyos esetekben megengedi a hazugságot, ugyanakkor természetesen ugyanúgy bűn kategóriáin belül marad. Abban az esetben, hogyha háború van és életeket ment a hazugságával az illető, vagy diktatúra idején, hogyha megint csak valakinek az életét menti, vagy becsületét az illető. Béke időben pedig, hogyha valakinek a becsületéről van szó. De ezekben az esetekben is nyilván bűnről van szó, és meg kell gyónni. Törekszem-e az igazságra? Az igazság ugyanis Jézus szerint szabaddá tesz minket. Kerülöm-e a kétes, nem egyértelmű helyzeteket? Hazudtam-e, okoztam-e ezzel másoknak kárt? És ha igen, próbáltam-e jóvá tenni?
Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Mert vétkeztünk ellened. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! És add meg nekünk az üdvösséget! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez! Könyörögjünk. Istenünk, a te mérhetetlen kegyelmed gazdagon elhalmoz minket minden áldással. Kérünk, vezess át bennünket a régiből az új életre, hogy készen találj, amikor megnyitod előttünk dicsőséges mennyei országodat. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szent Lélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Amen. Amen. Olvasmány Dániel próféta könyvéből. Élt Babilonban egy férfi, akinek Jokakim volt a neve. Citkia király leányát vette feleségül, akit Zsuzsannának hívtak. Ez nem csak igen szép, de istenfélő asszony is volt, mert szülei igazak voltak, és leányukat is Mózes törvénye szerint nevelték. Jojakim igen gazdag volt, gyümölcsös kertje is volt, háza szomszédságában. A zsidók nála szoktak összejönni, mert mindnyájuknál tekintélyesebb volt. Abban az időben a nép két olyan vént tett meg bíróvá, akire ráillett az Úr szava. A vénektől, a bíráktól indult ki Bábelben a gonoszság, noha úgy látszott, hogy ők kormányozzák a népet. Gyakran megfordultak Joakim házában. Ott keresték fel őket mind, akinek peres ügyük volt. Amikor déltájban szétoszlott a nép, Zsuzsanna bement sétálni férje gyümölcsös kertjébe. A két vén minden nap látta, amint bement és ott sétált. Fölgerjedt bennük iránta a vágy. Józan eszüket elvesztették, szemüket elfordították, hogy ne lássák az eget, és ne emlékezzenek Isten igazságos ítéletére. Lesték hát a kedvező alkalmat. Az egyik napon aztán az történt, hogy Zsuzsanna bement a gyümölcsös kertbe, mint a többi napon is szokott, két szolgálója kíséretében. Meg akart fürdeni, mert nagy hőség volt. Senki sem volt ott, csak a két vén, akik elrejtőzve lesték. A szolgálóknak meghagyta Zsuzsanna, hozzátok nekem olaját és kenőcsöt. Aztán zárjátok be a kert kapuját, hogy megfürödhessem. Amikor a szolgálók elmentek, a két vén felugrott és odafordult hozzá. Mindjárt azzal kezdték. A kert ajtó most zárva van, nem láthat minket senki sem. Ég bennünk a vágy, engedj hát nekünk és légy a miénk. Különben tanúbizonyságot teszünk ellened, hogy itt volt veled az ifjú, azért küldtek el szolgálóid. Zsuzsanna felsóhajtott. Szorongatás vesz körül mindenfelől. Ha ugyanis ezt megteszem, halál vár rám. Ha pedig nem teszem meg, mert menekülök, nem menekülök meg kezetekből. Mégis jobb nekem ártatlanul a kezetekbe esnem, mint az Úr ellen vétkeznem. Ekkor Zsuzsanna elkezdett hangosan kiáltozni, de a vének is kiabáltak ellene. Sőt, az egyik odafutott a kert kapujához, és kinyitotta. Amikor a háznép meghallotta a nagy kiáltozást a kertben, a hátsó kapun berontottak, hogy lássák, mi történt asszonyukkal. A vének elmondták vágyaikat. Erre a szolgák nagyon elszégyelték magukat, mert Zsuzsannáról ilyet még sosem hallottak. Másnap, amikor a nép odasereglett férjéhez, Jojakimhoz, megjelent a két vén is, bosszút lihegve Zsuzsanna ellen, hogy halálra adják. A nép előtt a két vén kiadta a parancsot. Hívjátok ide Zsuzsannát, Cilkidia király leányát, Jojakim feleségét. El is mentek érte. Ő meg is jelent szüleivel, fiaival és rokonaival. Hozzátartozói és mindjárt, akik csak ismerték, szokokásban törtek ki.
Oda ment a két vén, és a nép előtt kezüket vádlóan Zsuzsanna fejére tették. Erre ő sírva az égre nézett, mert szíve bizalommal volt az Úr iránt. Vének előtt előadta vádat. Mi alatt mi egyedül sétálgattunk a gyümölcsös kertben, ez bejött két szolgálójával, bezáratta a kaput, majd elküldte a szolgálókat. Akkor oda ment hozzá egy ifjú, aki addig elrejtőzködött, és együtt volt vele. Mi a kert sötét szögletében tartózkodtunk, és látva bűnös tettüket, oda rohantunk hozzájuk. Tetten értük őket, de az ifjút nem tudtuk elfogni, mert erősebb volt nálunk. Kinyitotta a kaput és elmenekült. Ezt azonban elfogtuk és megkérdeztük tőle, ki volt az az ifjú. De nem vallotta be nekünk, erre mi magunk vagyunk a tanúi. A sokaság hitelt adott nekik, hiszen a nép vénei és bírái voltak. Zsuzsannát halálra ítélték. Akkor ő hangosan felkiáltott és így imádkozott. Örök Isten, te ismered a titkokat, és tudsz mindenről, még mielőtt megtörténne. Azt is tudod, hogy hazug módon megrágalmaztak. Nézd, meg kell halnom. Soha semmit sem követtem el mindabból, amit gonoszul rám fogtak ezek. Az Úr meghallgatta könyörgését. Amikor a vesztőhelyre vitték, az Úr felkeltette egy Dániel nevű ifjú szívében az igazság szent lelkét, úgyhogy hangosan felkiáltott. Én ártatlan vagyok ennek az asszonynak a vére kiontásában. Erre az egész nép körülfogta és kérdőre vonta. Miféle szavak azok, amelyeket mondtál? Dániel megállt középen és így válaszolt. Milyen ostobák vagytok ti, Izrael fiai? Anélkül, hogy vizsgálatot tartottatok, és a tényeket elferdítettétek volna, elítéltétek Izrael egyik legjobbját. Tartsatok hát újra ítéletet, mert ezek hamisan tanúskodnak ellene. Erre a nép sietve visszatért. Vének ekkor így szóltak Dánielhez. Jöjj közénk és okosíts fel bennünket, mert hiszen neked adta meg Isten az öregkor élettapasztalatát. Dániel ezt válaszolta. Különítsétek el őket egymástól jól messzire, hogy kihallgathassam őket. Amikor elkülönítették őket egymástól, hivatta közülük az egyiket, és így szólt hozzá. Te megállalkodott vén gonosztevő, most napvilágra kerülnek bűneid, amelyeket eddig elkövettél. Mert igazságtalan ítéletet hoztál, elítélted az ártatlanokat, és futni engedted a gonosztevőket. Noha megmondta az Úr, az ártatlant és az igazat ne öld meg. Most tehát, ha csak ugyan láttad, mondd meg, milyen fa alatt láttad őket együtt? Azt felelte, mézgafa alatt. Dániel erre így válaszolt, bizony a vesztedre hazudtál. Isten angyala ugyanis középen kettévág, mert ez az Isten parancsa. Majd félreállította ezt, és előhívatta a másikat. Így szólította meg. Kánaánnak vagy ivadéka nem Júdának. A szépség elcsábított, és a vágy eszedet vette. Így viselkedtetek Izrael leányaival, és azok félelemből szóba álltak veletek. Júda leánya azonban nem engedett gonoszságotoknak. Mondd csak meg nekem, milyen fa alatt kaptad rajta őket, hogy együtt voltak? Azt felelte, tölgyfa alatt. Dániel erre így válaszolt. Bizony te is vesztedre hazudtál. Az Isten angyala kardjával készen áll, hogy közében kettészeljen, és így megöljön benneteket. Ekkor az egész sokaság hangosan újongásba tört ki, és áldották az Istent, aki megmenti a benne bízókat. Ezután a két vénre rontottak, mert Dániel a saját szájukból igazolta, hogy hamis tanúságot tettek. Úgy bántak velük, ahogyan gonoszságukban ők akartak elbánni embertársukkal. Ebben Mózes törvényei szerint jártak el, a véneknek meg kellett halniuk. Az ártatlan vér pedig megszabadult azon a napon. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. A halál sötét völgyében is bátra járok, nem érhet baj, mert ott vagy vélem. A halál sötét völgyében is bátra járok,
nem érhet baj, mert ott vagy vélem. Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. Zöld előmezőköd terelget engem, csendes vizekhez vezet és lelkemet felüdíti. A halál sötét völgyében is bátra járok, nem érhet baj, mert ott vagy vélem. Az igazság ösvényén vezet engem, ahogy a nő megígérte. A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy vélem. Biztonságot ad vesződ és pásztorbotod. A halál sötét völgyében is bátra járok, nem érhet baj, mert ott vagy vélem. Számomra asztal terítettél, hogy üldözőimet szégyen érje. Fejemet megkented olajoddal, serlegemet csordultig megtöltötted. A halál sötét völgyében is bátra járok, nem érhet baj, mert ott vagy vélem. Jóságod és irgalmad nyomon követ, életemnek minden napján. Otthonom lesz az Isten háza, mindörökké szünet nélkül. A halál sötét völgyében is bátra járok, nem érhet baj, mert ott vagy vélem. Krisztus Isten igéje, néked zeng a dicsőítés. Krisztus Isten igéje, néked zeng a dicsőítés. Én nem kívánom a bűnös halálát, mondja a mi Urunk Istenünk, hanem hogy a bűnös éljen és hozzám térjen. Krisztus Isten igéje, néked zeng a dicsőítés. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Abban az időben Jézus kiment az olajfák hegyére, kora reggel pedig újra megjelent a templomban. A nép köréje sereg lett, ő pedig leült és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így szóltak hozzá. Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz? Ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék és vádolhassák. Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább faggatták. Erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik, az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül van. Aztán újra lehajolt, és tovább írt a földön. Azok meg ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett és megszólította. Asszony, hol vannak, akik vádoltak téged? Senki sem ítél el? Senki, Uram, felelte az asszony. Erre Jézus azt mondta neki, én sem ítélek el, menj, te többé ne vétkezzél. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim! Ennek a történetnek az előzménye
Az, hogy Jézus fölment a sátoros ünnepre, mint azt a múlt heti evangéliumi részletekben hallhattuk, és ott tanított. Elmúlt a sátoros ünnep, annak záró akkordjáról hallhattunk tulajdonképpen a múlt héten szombaton egy rövid evangéliumi részletet. Abban volt az, amikor a farizeusok és a főpapok dühöngtek Jézussal kapcsolatban, mert a katonák, akiket, illetve a szolgák, akiket rája küldtek, azok munka végezetlenül tértek vissza hozzájuk, és jelentették, hogy így még ember nem beszélt. Ez a részlet egyébként János sajátja, más evangéliumban nem találjuk meg. Ez az esemény, mint mondtam, a sátoros ünnepet követő napon játszódik, hiszen hallhattuk, hogy János így kezdi, Jézus kiment az olajfák hegyére. Ez nyilván este történt, mert rögtön megjegyzi a következő mondatban, hogy reggel, kora reggel pedig újra megjelent a templomban. Az idő és a hely meghatározását követően vezeti be tulajdonképpen az eseményt, azzal, hogy a nép köréje sereg lett, és ő pedig leült és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok, hogy Jézust próbára tegyék, egy bűnös asszonyt vezetnek elé. A kelepce a házasságtörés vétségének a megítélésében rejlik, ugyanis Mózes törvényét, illetve az volt a kérdés, hogy Jézus mennyire tartja be Mózes törvényét, mennyire tartja tiszteletben, vagy éppen mennyire utasítja el. Ismerik ezek az emberek Jézusnak az atya irgalmasságáról és megbocsátásáról szóló tanítását, mint ahogy nyilván mi is. És látták azt is, hogy nem tartja távol magát a bűnösöktől, sőt, olyannyira nem, hogy közösséget is vállal velük, hiszen leül és együtt étkezik több esetben ezekkel az emberekkel, ezekkel a bűnös emberekkel. Alaposan kifundálták a kelepcét, mert ha Jézus jóvá hagyja a szándékukat, hogy megkövezzék ezt az asszonyt, akkor tulajdonképpen az atya irgalmasságáról és megbocsátásáról szóló tanítását söpri le az asztalról, azzal megy szembe. Ám hogyha elutasítja a szándékukat, akkor a Mózes által adott törvénnyel találja magát szembe. A vádlók Jézust sunyi, hízelgő módon mesternek szólítják, így közelednek hozzá, mintha valóban az ő döntésére számítanának egy vitatott kérdésben. Pedig csak kellemetlen helyzetbe akarták őt hozni, ez egyértelmű és nyilvánvaló mindenki számára. Azzal, hogy fölhasználtak ráadásul egy bűnös asszonyt is erre az aljas céljukra. A várakozás ellenére Jézus a számukra nem ad egyértelmű választ, mert nem döntőbíró a mózesi törvény alkalmazásánál. Érdekes módon ekkor Jézus lehajol, és az ujjával a földre ír valamit. Bizonyára hangsúlyos ez a mozzanat, mert az író János evangélista ezt kétszer is megjegyzi, de csak feltételezni lehet, hogy vajon mit írhatott a földre. Szent Jeromos úgy vélekedik ezzel kapcsolatban, hogy Jézus az ott állók, a vádlók bűneit kezdi a porba írni. Nem tudjuk, csak feltételezhetjük. Szent Jeromos is ezt gondolta. Jeremiás próféta könyvére hivatkozik ebben az esetben Szent Jeromos, mert ott a 17. fejezetben van egy ilyen rész, akik elhagynak téged, mind megszégyenülnek. A tőled elpártolókat a porba írják, mert elhagyták az élővizek forrását, az Urat. És itt egyben utalás van arra is,
amit az előző fejezetben, János 7. fejezetében olvashatunk, hogy Jézus magát az élővizek forrásává teszi. Ami szintén felháborodást váltott ki a farizeusok körében. Jeremos lehetségesnek tartotta, hogy a vádlók bűneit írta a porba, mint ahogy említettem, de a vádlók nem azt nézték, csak a választ sürgették. A válasz viszont nagyon meglepte őket, hiszen azt mondja Jézus, az vesse rá az első követ közületek, aki bűn nélkül van. Ez tulajdonképpen utalása Mózes törvényére, a második törvénykönyvben azt lehet olvasni, hogy a tanú, a bíróságon tanúskodó személy lehet az, aki az elítélt személyre az első követ dobja. Válasza világos ebben az esetben. Nem azért jött, hogy a mózesi törvényt eltörölje, de nem is azért, hogy ítélkezzen. Azért jött, hogy figyelmeztessen. Ezután újra lehajol és tovább ír a földre. Úgy tűnik ezzel az ügyet a maga részéről lezártnak tekinti. A vádlókból érdekes módon vádlottak lettek, és talán a földre írt szöveg miatt is csendesen elsonfordálnak onnan a helyszínről, és eltűnnek. Talán megértették, hogy számukra is eljön majd az ítélet napja, a számon kérés ideje, amikor Isten elé kell állniuk, és csak reménykedhetnek, hogy irgalmat gyakorol felettük az Úr. Jézus ekkor feláll, és e pillanatban szembe találja magát az asszonnyal, vagyis a bűnös az Istennel, hiszen Jézus maga a második isteni személy, mint azt tudjuk. Vagyis mondhatjuk úgy is, hogy a bűnös az irgalmassal találja magát szemben ebben az esetben. Azt mondja, mikor az asszony válaszol a kérdésére, menj, és többé ne vétkezz. Ez az asszony abban az esetben megint csak azt tapasztalhatta meg, hogy ismét embernek tekintik. Nem egy eszköznek, amit fölhasználnak bizonyos célokra. És hogy végre valaki a javát, és nem a romlását akarja. Ebben az esetben számunkra is látható módon megnyilatkozik Istennek az irgalmas szeretete, amire mi is számítunk, ha eljön a számon kérés ideje. Kedves testvéreim, mi magunk tudjuk, hogy Isten irgalmas, hiszen Jézus maga is ezt tanította vele kapcsolatban, az Atyáról, és tudjuk, hogy megbocsátó, de ehhez az kell, hogy mi is odaálljunk szembe Jézus Krisztussal, az irgalmas Istenünkkel, és kérjük az ő irgalmát minden nap. Amen. Testvéreim, kérjük mennyei Atyánkat, hogy a nagybőjti szent időben készségesen hallgassuk az ő szavát, és azt meg is valósítsuk életünkkel. Az evangélium világossága üzze ki az emberek szívéből a bűn sötétségét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Megváltunk jósága és ember szeretete az egyházon keresztül áradjon ki az egész világra. Kérünk téged, hallgass meg minket. Krisztus békéje szüntesse meg a népek közötti gyűlölködést és viszálykodást, hogy a nemzetek békében munkálkodhassanak. Kérünk téged, hallgass meg minket. A nagybőti szentbeszédek szítsák fel a hívekben a bűnbánat és a megtérés kegyelmét. Kérünk téged, hallgass meg minket. A kegyelem ereje segítsen minket, hogy a kísértéseknek mindenkor ellenálljunk, és a jóban állhatatosan megmaradjunk. Kérünk téged, hallgass meg minket.
Mindenható örök Isten irgalom atya, fordulj felénk jóságosan, amikor bűnbánattal és bizalommal közeledünk hozzád, és újítsd meg kegyelmedet népedben, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Engedd Istenünk, hogy amikor bemutatjuk a szent áldozatot, felajánlhassuk neked testi vezeklésünk gyümölcseként, lelkünk tisztaságát és örömét. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen. Az Úr legyen veletek. És a szálkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, hogy neked szentséges atyánk hálát adjunk. Te egyre tökéletesebb életet kívánsz tőlünk, és szüntelenül megbocsájtást kínálsz. A bűnösöket magadhoz hívod, hogy bizalommal hagyatkozzanak megbocsátó szívedre, hiszen Te vagy, Istenünk, az irgalmasság és a jóság. Bár sokszor megszegtük a szövetséget, amelyet kötöttél velünk, Te mégsem fordultál el tőlünk, és felbonthatatlan új szövetséggel kapcsoltad magadhoz a világ népeit. Szent fiad, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Most jóságodból a kegyelem és a kiengesztelődés idejét éljük, mert megadod népednek, hogy Krisztusban életre támadva hozzád térjen, és a Szentléleknek jobban átadva önmagát, az egész emberiség javát szolgálja. Mi ezért csodálattal eltelt szívvel az égi seregek hálaadó himnuszához társulunk, szeretetet hatalmát zengjük, és üdvösségünk boldog reményével valljuk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet, hozzanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozzanna a magasságban. Istenünk, Te a világ kezdetétől fogva azon munkálkodsz, ami az embernek javára válik, hogy szenté legyen, miként Te magad is szent vagy. Kérünk, tekints az itt egybegyűlt népedre, és áraszt ki szent lelked erejét, hogy ezek az adományok testévé és vérévé legyenek, szeretett fiadnak, Jézus Krisztusnak, akiben mi is fiaid vagyunk. Ám bár a halál fiai voltunk, és többé már nem is közeledhettünk hozzád, Te mégis örök szeretettel szerettél minket. Szent fiad ugyanis, aki egyedül volt igaz közöttünk, ami kezünkre adta önmagát, és engedte, hogy az emberek keresztre feszítsék. De mielőtt az ég és a föld között karját kitárta, hogy a te eltörölhetetlen szövetségednek jelét adja, meg akarta ünnepelni tanítványaival a húsvétot. Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd neked hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.
A vacsora után, mert tudta, hogy a kereszten vérét öntve önmagában, kiengesztel mindent. Ugyanígy kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, ismét hálát mondva barátainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Megemlékezünk tehát Urunkról, Jézus Krisztusról, aki húsvéti bárányunk és Istennel való békénk záloga. Megünnepeljük halálát és feltámadását a sírból, és eljövetelének boldog napját várva felajánljuk neked, Istenünk, az igaz Istenünk, az áldozatot, mely az emberekre bőséges kegyelmet áraszt. Irgalmas atyánk, tekints jóságosan azokra, akiket magadhoz kapcsolsz, és add meg nekik, hogy Krisztusnak ebből az áldozatából részesedve a Szentlélek erejével egy testbe gyűljenek, amelyben minden megoszlás megszűnik. Tarts meg minket a szív és a lélek közösségében Ferenc pápánkkal és Péter püspökünkkel. Segíts minket, hogy együtt készüljünk országod eljövetelére, addig az óráig, amíg majd eléd állhatunk, hogy szentek lehessünk a szentek között a mennyben, a boldogságos Szűz Máriával és apostolaiddal, valamint elhunyt testvéreinkkel, akiket a te irgalmadba ajánlunk. Mi pedig, mint új teremtmény, akkor majd végre megszabadulunk a halál hatalmából, hogy örökkön élő Krisztusod hálaadásával együtt, alázatos megvallással mondjuk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk szavára, isteni tanítására így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert így az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Krisztus. Testvérének egyesítése van. Isten barányod, elveszed a világ bűneit, irgalmaz nekünk. Isten barányod, elveszed a világ bűneit, irgalmaz nekünk. Isten barányod, elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.
magasan áll a Golgota ormán, a Szent Kereszttel hagyott a nárván. Csak egy angyal zokogott magában, elmerülve néma fájdalmában. Ó, ha én is ott lettem volna, mint a zápor, ha könnyem úgy folyna. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Ha könnyem úgy folyna, meghasadna, megrepedne szívem, ott szokognék a kereszt tövében. Ó, akkor ott lettem volna, mint a zápor, ha könnyem úgy folyna, meghasadna, megrepedne szívem, ott zokognék a kereszt tövében. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, áldott szentséged megerősített minket. Add, hogy bűneinktől újra meg újra megtisztulva, egyre közelebb jussunk hozzád Krisztus követésének útján, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Kereszti